Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ma Győr városában. Ahogy ezt megszokhattátok bizonyos darma beszédeink elején, az Ómnám mantrát, a Tiszta Univerzum mantráját ismételjük el hétszer. Ha lehet, tegyük a kezünket habcsangba, fókuszáljunk a lélegzetünkre és a tantienre, és uniszónóban ismételjük el ezt a mantrát hétszer. Köszönöm szépen. Kezdjük az egy olyan aprósággal, hogy mi az érző lény. Emberek vagyunk, és néha nem értjük, hogy mi az ember, megpróbálunk valamilyen kategóriát ráhúzni, valamilyen névvel illetni azt, ahogy élünk, ahogy születünk, ahogy meghalunk, és a nevek önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy értelmezzük azt amit történik velünk, sőt, a nevek nagyrészt alkalmatlanok arra, hogy uraljuk azt, ami velünk történik. Hanvas két nagyon fontos mondatot mondott a szavakról. Az egyik az, hogy kétféle halott ember van. Az egyik, akinek a lelke és a teste végérvényesen elvált egymástól, a másik, aki a szavak eredeti értelmét nem tudja. Hogy függ ez a kettő össze? Amikor nem látjuk, hogy a szavak honnan jönnek, mit jelentenek, akkor egy olyan világban élünk, aminek a valósághoz semmi köze. Ezt hívjuk a valóság tövestül való kifordításának, szanszkitul vipárjaja, és ez a kifordított valóság néha sokkal élhetőbbnek, finomabbnak, eseménydúsabbnak, izgalmasabbnak tűnik, mint amikor a realitás talaján állunk. Úgy tűnik, hogy az illúziók néha jobban fizetnek, kielégítőbbek, és nagyon sokszor üldözzük is őket rendesen. Tehát ahhoz, hogy meglássuk, hogy hogyan működünk, ahhoz szemügyre kell venni, hogy mi emberek miből vagyunk összerakva. Az első és legnyilvánvalóbb dolog, hogy van testünk. A második, hogy van lelkünk. De az, hogy milyen tudatunk van és mi az emberi tudat, az már sokkal kevésbé nyilvánvaló. Ezt szoktuk rendszeresen összecserélni valamivel, valamilyen érzékszervi hatással. Nézzük tehát meg a legvilágosabb dolgot: hogy van egy test, abban van szem, fül, orr, nyelv, mint ízlelés és tapintás. Tehát szem, fül, orr, nyelv és ugye test, mint tapintás. Ez az öt fizikai érzékszerv és ekkor keletkeznek érzékszervi hatások. Ezt megszoktuk címezni a hatodik szinttel, amihez kell az agyunk és egyéb sok minden, ez a fogalmi gondolkodás. Ekkor történik egy olyan művelet, hogy azt mondom, hogy bot, magyarul, és ezt ehhez a tárgyhoz párosítom, és akárhányszor azt mondom, hogy bot, valami hasonló jut az eszünkbe. Angolul ezt a stick, ugye, jellel tenném, oroszul palica nem árt megtanulni, lehet, hogy szükség lesz rá. Tehát amikor jeleket párosítok a valóság egy-egy darabjával, akkor nevet és formát kötök össze. Mit teszek? Sok-sok fogalmat legyártok, a fogalmak közt megpróbálok a fogalmi gondolkodás által rendet tenni, de a puszta névadás, a puszta címzés nem elég. Hierarchiát is kell gyártanom, hogy Melyik van fölül, középen és alul. És ez a megkülönböztető tudatosság, a hierarchia gyár, az a hetedik. A megkülönböztető tudatosság nélkül nem alakulna ki az én képzet. Nem tudnánk működtetni azokat a kőkemény ösztönöket, amelyekről ilyen vastag köteteket írtak a bécsi és nem bécsi pszichológusok. Tehát a teremtő, birtokló, és túlélő ösztöneinket a megkülönböztető tudatosság nélkül nem tudnánk működtetni. Ami a legfontosabb a hetesről, a manaszról, hogy itt alakul ki az én képzet. Már nagyon korán. Nem kell a semmiből összerakni, hozzuk magunkkal, és a környezet aktiválja. És a környezet tanítja azt, hogy te ki vagy. A magaddal hozott lélektartalom egyes részét megpróbálja ledörgölni, más részét egy picit kiemelni, de a hetesben születsz meg, mint én képzett. Az egoitás is, mint attitűd, mint hozzáállás a hetesben születik meg. Ez azért fontos, mert mindenki ugye az énnyével van elfoglalva, és az egoitással van baja. De ha saját magaddal vagy elfoglalva, akkor az egoitással mindig bajod lesz. ezért van az, ha meg akarod haladni a megkülönböztetéseket, akkor tér vissza ahhoz a valósághoz, ahhoz a pillanathoz, amely nem függ névtől és formától. Ahogy a hatodik pátriárka Huineng mondta, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Ahhoz, hogy ezt tapasztalhassuk, meg kell ismerni a nyolcadik, azaz tárháztudatot. Miért? Mert a válasz abban sincs benne. Ez a hosszú távú emlékezet. Amit a hetedik megcímez, mint én, vagy megcímez, mint nem én, jónak, rossznak, kellemesnek, kellemetlenek, bármilyen dualisztikus kategóriával ellát, az a nyolcadikban, az állaja vizsgyánában tárolódik. Ez a hosszú távú memória. Nézd meg, fizikai érzékszervi hatások, megcímzés, név és forma összekapcsolása, hierarchia teremtés, közben identitás teremtés, akár pozitív-negatív identitás teremtés, és annak az eltárolása és énképként, világképként való működtetése. Tehát a hardware a test, a szoftver a lélek. Ki az operátor? Ki működteti? Vagy mi működteti? Ez az, amely a nyolcban nincs benne. Ez az, amelyre a hatodik a kérdése irányul hogy mi az eredeti arcod, amikor nem gondolsz jóra és rosszra. Tehát nem projektálsz, nem táplálsz tudatos emléket, nem címzel meg érzékszervi hatásokat. Magyarul el tudsz szakadni a hardverrel vagy a szoftverrel való azonosulástól. És akkor tényleg az operátor, az igazi ember, hanvassal, hogy az Adam Kadmon, az eredeti ember, tudatára ébred hogy valójában mi ő, és ki ő. Az önkép, amit legyártunk a hetedikben, az nem jó és nem rossz, de milyen távol van az igazi önvalónktól. A távolság mértéke a szenvedés. Nagy távolság, nagy szenvedés, kis távolság, kis szenvedés. Ha az önvaló és az önkép átfedést mutat, akkor nincs szenvedés. Ezért fontos az a gyakorlat, legyen az bármilyen meditációs gyakorlat, tudattisztító gyakorlat, amely a ránk rakódott, magunkra öltött téves nézeteket lepucolja rólunk. Eredeti tudatunk tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. És hogyha ehhez vissza akarsz térni, akkor le kell szedni a tükörről az összes üzenetet, amit rúzsal, hajfestékkel, egyébben ráírtak, és te szeretettel nézegeted a fürdőszobában, hogy micsoda üzenetek vannak azon a tükrön. De ahol a rúsfolt van a tükrön, pont ott nem fog tükrözni. Hogy ezért érdemes az embernek föltenni kérdéseket. Miért? Mert a kérdések megnyitják a tudatot. A dogmák korlátok közé zárják, a definíciók határokat mutatnak. Melyikkel? Tehát nézd meg, hogy pontosan milyen mentális körülmények között élsz te belül, és most hagyjuk egy picit a külvilágot. Kapcsoljuk ki a tévét, zárjuk le a komputert, kössünk csomót az internetre, nehéz, tudom, de lehet. És nézd meg, hogy te belül milyen tudati körülmények között élsz. Ki vagy saját magad számára? Tanító vagy? Tanuló vagy? vezető vagy vezetett vagy, börtönőr vagy rab vagy, szabadító vagy, ki vagy te valójában? Milyen személyiséget táplálsz? Mit csinálsz magadból? Tehát nézd meg azt, hogy a tudatodban a személyiség milyen elemekből áll össze. Milyen gondolatokból, milyen érzelmekből, milyen beszédből és milyen cselekedetből. Ez a négy nagy csatorna van, amit hogyha megtisztítunk, akkor tiszta életet, valósághű, világos, együttérző és bölcsességgel áthatott egzisztenciát tudunk megvalósítani. A mahaján a buddhizmusban ez a négy csatorna, a négy nagy személyiség alkotó annyira fontos, hogy mellé rendeltek négy nagy bódhiszatvát. A bódhiszatvák kivetítések, ha van mögöttük valós személyiség, ha nincs. Tehát pusztán az elme szüleménye és egy esztétikai forma már lehet buddha vagy bodhiszatva, főleg a mahajánán belül. amit ha buddha a legjobb példa, amida az a mérhetetlen. Tehát, hogyha eredeti tudatunkat, eredeti lényegünket, amely nem név, nem forma, nem keletkezik, nem múlik, végtelen tér és végtelen idő, ha ezt meg akarjuk személyesíteni, akkor mellé rendelünk egy amida mérhetetlen buthát, adunk neki egy tanító kéztartást, megszoborjuk és fölültetjük az oltára. De nincs mögötte élő személy. Világos, hogy a tudat kivetítése. Eredeti tiszta tudatod megszemélyesítése. Miért? Mert projektálod, kivetíted, oltára helyezed, a legmagasabbra emeled, Dolgozol vele, és utána introjekció következik, visszavetül magadba, mert sosem létezett a tudatodon kívül. És akkor ezt a tiszta tudatot viszed ki a mindennapi életbe. Aztán jól meg is hempergőzzünk az érzékszerv életben, úgyhogy egy kicsi igénybevétel után, vagy sok igénybevétel után újra itt a tisztogatásnak az ideje. Tehát az amida, az a felmérhetetlen a végtelen, de mégis jelen való. Egyébként a mitra méter mérés ugyanebből a szóból származik. De ez nem a négy csatornának, a, a négy nagy személyiségalkotónak a kivetülése, hanem annak, ami látja ezt a négyet. Az érzelmekre avalókítés varát, koreaiul Kwan szállt, jelölték, Kuan Yin kínaiul, és Kanzeon vagy Kannon japánul. Miért? Rengeteg érzelmünk van. Hihetetlen mennyiségű érzelmünk, szenvedélyünk, érzeményünk. És hogy ahhoz, hogy ebből együttérzés legyen, ehhez egy külön tanítás kell, hogy az érzelmekről hányzs le az ént, hányzs le azt a falat, amely kőkemény megkülönböztetéssel él, vagy ítéletalkotással él. És akkor az érzelmességből, együttérzés tud lenni, mert látod, tapasztalod a másik érzelmét. Az angol compassion, az együttérzés szó szerint ezt jelenti. A magyar is. Együtt tudok érezni a másikkal. Miért? Mert a másiknak az érzelme fontosabb lesz, mint az enyém. Aztán megtanulom kiegyensúlyozni, hogy a kettő együtt fontos. De ha nem látom meg a másikét, vagy azt hiszem, hogy megéreztem, de mégsem, akkor élek egy olyan álomvilágban, amely a halálhoz nagyon hasonló, mert nem csak, hogy a szavak eredeti értelmét nem tudom, hanem valójában nem fogom fel, hogy egy másik emberben mi van. Hogy a másik ember jelenléte valójában micsoda. Már jóval több, többről van szó, mint a szavak értelméről. Egy ember megjelenéséről, rezdüléséről, karmájáról, a vele való kölcsönhatásról van szó. A gondolkodás az nem mindig bölcsesség, ezt tudjuk. Tehát Manjusrit, rendeli mellé a mahaján a buddhizmus, kurjaiul munszubó száll, és azért van benne naponta háromszor az énekrendben, hogy a kőkemény, racionális, ellentétekre alapozódó kategórikus gondolkodást bele tudjuk integrálni egy nagyobb, nem fogalmi, nem dualisztikus bölcsességbe. Tehát amikor az enmester azt mondja, hogy kérdezz meg egy fát, amikor valaki megkérdezi, mi a buddha, vagy tanulja a kék égtől, akkor pont erre a nem fogalmi bölcsességre utal, hogy csak láss, csak haj, tisztán látsz, tisztán hallasz, ez a buddha természet. És akkor integrálod a gondolkodást, a kőkemény, csomós fogalmi gondolkodást valami nagyobbba, hogy az érzelmeket is integrálod az együttérzésbe. A beszéd őrzője, így az utak, ígéretek, eskük őrzője, Jijang Bosal, Ksitigarba bódhiszatva szanszkritul. Azért fontos ez, mert amit kimondasz, akármennyire is kicsi erővel látszok kimondani, vagy csak vicceltem, vagy nem úgy gondoltam, mégis kimondtad. És a tudat a kimondott szó irányába megy, még ha egy picit is, akkor is arra felé megy. Amikor nagyon azt szeretnénk, hogy a kimondott szó megvalósuljon és abba az irányba menjen, akkor szoktunk fogadalmat tenni, esküt tenni, akkor szoktunk szertartást rendelni hozzá, és néha még alá is írjuk. Na, azzal vigyázzunk. Úgyhogy a kimondott szó, hogy az megvalósuljon és az utunkon vezessen, ez Zsidzsang Bosszá feladata, mint megtestesülés. Ő mögötte viszont van valós személy. Tehát ő egy kínai szerzetes volt, akinek a fogadalma az volt, hogy a minden pokolba jutott lényt megment és felhozza pokolból. Nem oda küldi, felhozza. Ez volt a fogadalma, és annyira tiszta életet élt, annyira sokat segített az embereknek, hogy bizony bekerült a bóthiszatvák közé. És ő nem csak a beszéd és fogadalmak őrzője, hanem a léleknek a vezetője miután testből távozott. Nyugatiasan a halál utáni stációnak az őrzője és a segítője. Nagyon sokszor, amikor idős korai buddhistákat látsz. Már semmi más mantrát nem mondanak, csak dzsizsangból, száll dzsizsangból, száll dzsizsangból, mert készülnek a találkozásra. Ők azt szeretnék, hogy a testből való kilépés után ő várja őket a következő állomáson. Mert a lélek kapcsolata szépen vezeti őket, és az illúziók útján nem megyünk. Lást különböző halottas könyvek, hogy leírják azokat az illuzórikus világokat, amelyekben nem tudsz megmaradni, csak energiát veszítesz és ahhoz, hogy feljuss a magasabb tudati szintre, hogy rálássa karmádra, és a következő születés helyesen induljon el, ahhoz vezetőre van szükség. Itt a földön is ezt hívják tanítónak, lelki vezetőnek, és a testből való távozás után is egy olyan lélek kapcsolatra, amely tovább visz az úton. Miért? Mert nem áll meg a szamszára körforgása. Amíg a tudatban lást hetedik, nyolcadik ugye, tudatrész, van megkülönböztetés, van emlék, van én, addig van akarat is, addig van dualitás is, addig van karma is. És amit akarsz, azt előbb-utóbb megteszed. Hát amikor a buddha azt tanítja, hogy halad meg ennek a nyolc tudatszintnek mindegyikét, halad meg a dualitásokat, az ítéleteket, a polaritásokat, az nem azt jelenti, hogy ne élj egy jelentéssel, értelemmel bíró életet. Hanem azt jelenti, hogy tér vissza abba a kezdőpontba, ahol még nincs teremtés és pusztulás. Ahonnan ez az egész nem mozdul, mint a viharnak a szeme, amely nem mozdul. És hogyha meghaladtad, ha már ráláttál, ha a lényegét tapasztaltad, már teljesen másképp működteted. Adós vagyok viszont a negyedik. Nagy bótiszatvával, aki a cselekedetek nagy bótiszatvája. Ő Deheng száll, és ő azért fontos, mert a cselekedeteink akármennyire is konkrétak, néha nem egyértelműek és nem világosak. Néha félbehagyunk dolgokat, vagy el se kezdünk, mikor el kellene. És a Deheng bolyomboszáll, munszúboszál, konszemboszál, így együtt, Zsizsang nagyon-nagyon komoly menedéket képez. Tehát nem csak a buddha, darma szanga, tanító, tanítás és tanítványi közösség a menedék, hanem ez a négy nagy bóthiszatva is, mert tudatosítod azt, hogy ezen a négy csatornán keresztül működsz, mint emberi lény, a beszéden, a gondolaton, az érzelmeken és a cselekedeteken keresztül. Ha ezt nem látjuk, akkor nem vagyunk tudatosak, akkor vagyunk alvajárok, akkor vagyunk testben lévők, de mégis halottak, mert nem látjuk az értelmét, a következményét és a célját annak, amit teszünk, gondolunk, érzünk és kimondunk. Úgyhogy a meditáció az nem valami különleges állapot, legalábbis a zenben biztos, hogy nem. Visszatérés ehhez a pillanathoz, visszatérés a tiszta, tükörszerű tudathoz, azért, hogy meglássuk, mit jelent az, hogy emberi testben élünk, Egyéni, családi, társadalmi, csoportos karmánk van. Mit hoztunk ide le, és mit viszünk tovább? Amikor az ember meghal, akkor az első hat megszűnik működni, mert ne, nincsen teste, tehát nincs mivel látni, hallani, szagolni, érezni, tapintani és tudatosan gondolkodni. Viszont a hetes és a nyolcas, amit a léleknek mondunk, az megy tovább. És a tartalmától függően, fogja a következő életét megkezdeni. Ez az élet nem más, mint amit a hátizsákodban lehoztál, ahova és akikhez lehoztad, és amit ebben az életben kiraksz belőle, mert nem azonosulsz vele többet, az kint is lesz, és el is tud múlni maradéktalanul, mert nem ragaszkodsz hozzá, és nem teszel bele energiát semmi módon. A négy csatorna egyikével sem. Amit viszont bemelsz a hátizsákba, és azonosulsz vele, azt viszed tovább a következő testesülésbe. Eredetileg a léleknek nincs fix tartalma, nincs fix identitása. Mi alakítjuk ki? Tehát mi formáljuk a személyiségünket? Nincs eleve elrendeltetve, nincs ítélet alatt, és nincs fix sors. Mi csináljuk az egészet? De életeken keresztül annyi mindent halmoztunk fel, amelyeknek a statisztikai valószínűsége már nagyon komolyan Érvényesül. Nagyon komolyan meg lehet ismerni, hogy a gyermek mit hozott ide, mire van tehetsége, mire nincs, min kell dolgoznia, mi az, ami az erénye. Tehát az ember megismerhető, de nem fix entitás, nem egy változtathatatlan kis atommagszerű lény. Minden, amit kimondunk, érzünk, gondolunk és teszünk, alakít a karmánkon. Minden, amivel azonosulunk vagy sem, alakít a karmánkon. Mindaz, amire emlékszünk vagy elfelejtünk, alakít a karmánkon, és így a lényünkön is. Tehát a lehetőség mindenki kezében ott van, hogy azzá váljon olyan emberré, akivé szeretne lenni. Az út ezt is jelenti. De ahhoz meg kell tudnom haladni a jelenlegi személyiségemet. Ítélet nélkül be kell látnom a működésemet, sőt működésünket, ahhoz, hogy minőség emelkedés legyen, hogy nem minőség csökkenés, hanem tudatosodás, az együttérzés, a bölcsesség, ezek az értékek megvalósuljanak. Ha ezeket az értékeket önmagukban meg akarom ragadni, szinte lehetetlen, mert szóval nem lehet őket definiálni, nem lehet Más módon tárgyasítani, megfogni, elsajátítani, ezek valami nagyobbból keletkeznek. És ez a nagyobb, igazi önvalónk tapasztalata. Tehát a lényegre törünk azért, hogy a tapasztalatból ezek a minőségek saját maguk következzenek. És ezért térünk vissza ahhoz a tudathoz, amely nem keletkezik és nem múlik el, amely tiszta és minden karmán ugye túlmutat azért, hogy ezek a minőségek megjelenhessenek, és tudatosan használhassuk őket más lények javára. Meg két éve is ezzel a kérdéssel jöttem, csak akkor sem mertem, illetve akkor nem kérdeztem meg. Túl sokat várta, hallod. Igen, és ez csak kumulálódott. Szóval akkoriban az történt, hogy valaki, akit én nagyon szeretek, kapott egy nagyon kemény diagnózist, és bennem ez, ez Elég erős félelem köröket generált. Tehát, hogy azt hiszem, hogy előjött az összes félelem, amit elnyomtam, meg azt gondoltam, hogy kezelek, meg nem is tudom, hogy honnan. És uh, igazából azt hiszem, hogy az a kérdésem, bár most múltkor is úgy éreztem, hogy megválaszolod a kérdésemet újra és újra, és többek közt ezért nem kérdeztem meg, másrészt a bátorság. Most is egy kicsit úgy érzem, mert az eredeti kérdés az az lett volna, hogy uh, mit mond a erre, hogy hogy lehet ezt. Uh, mi az gyakorlat a félelmek kordába tartására. Tehát, hogy hogy lehet ezt kezelni. És a másik kapcsolódó kérdés, amit, amit megint csak egy kicsit megválaszoltál most, hogy bizonyítandó, vagy jól mutatja, hogy mennyi, milyen sokrétű sok ez a félelem, hogy ez a gyakorlat vajon nem beszél engem a valóságtól. De hát ugye pont ezt mondtad, azt hiszem, ha jól értettem, hogy nem, sőt. Hát a másodikkal kezdeném, a zen, hogyha megfelelő hagyományvonal szerint gyakorlod, akkor nem, hogy nem veszel a valóságtól, hanem pont a valóságval való egyévállás segíti elő. Tehát az önképfeladása, az nem a te megszűnésed, az az önkép megszűnése. És akkor tényleg az ékkék és a fűzöld, és nagyon tisztán halad a kutyák ugatását esténként és reggelenként csak láss, csak haj, csak tedd, és akkor tiszta a világ, anélkül, hogy külön ént formálnál. Az elsőre pedig annyit, hogy ne menekülj és ne harcolj. Fordulj szembe a félelemmel, és nézd meg, hogy mi ez, honnan jön. Tehát merj szembeállni vele, és nem mozdulni, és fegyvertelennek lenni. Tudván, hogy a tudatosság, a jelenlét az egyetlen fegyver. Bármivel hozzányúlsz, a félelem nagyobb lesz. Régi japán mondás. Ha betévedsz a dzsungelba, és a tigris ö, megesz, akkor tigrissé változol. Ha levadászod a tigrist, akkor is tigrissé változol. A félelem, ha szaladsz előle, akkor növekszik, ha harcolsz vele, akkor is növekszik. Tehát ne harcolj, ne menekülj, állj vele szembe, és kérdezd meg, hogy mi ez, honnan jön. És hirtelen felfedi az okozati hálóját, miből táplálkozik, és mit táplál. Mi az, ami elveszi őt, és mi az, amit ő elvesz. A félelem mindent elvesz. A bűntudat a legnagyobb eredménye a félelemnek, és az pedig mindent visz. Tehát mi az, ami a félelmet elviszi? Tehát ehhez kell szembeállni vele, és rákérdezni, hogy mi ez, honnan jön, és állsz vele szembe, ha kell napokig, hetekig, minden nap ránézel, és nem mozdulsz, tehát nem menekülsz, nem harcolsz. Próbáld ki. És honnan fogom tudni, hogy... Mert hogy sok válaszom van erre, de hogy, ez, hogy mi a valódi válasz? A valódi válasz akkor következik be, amikor az összes válasz eltűnik. Egy olyan állapotot keressünk, amely félelemmentes és nem mozdul ehhez végig kell menni azon az úton, azon a veszőfutáson, hogy észreveszed, hogy hogy teremted a félelmet, hogyan rakod össze, hogyan követed, és hogyan erősíted meg, ugyanezt visszafelé. És csak úgy mehetsz rajta végig, ez az összes labirintus mítosz, a Minotaurusztól kezdve az összes többig, hogy az Ariadné fonalat, az az ezüst szálat, ami az éberségednek a fonala, azt nem engeded el. Az egyetlen egy mencsvár, az egyetlen egy fegyver, az, hogy mást nem használsz, hogy semmiféle ego elemet nem használsz, hogy zéró akaratvektor van, tehát nem akarsz előre, hátra, jobbra, balra menni, nem akarsz megszabadulni tőle, és a megszabadulás sem akarod gátolni. Ez az egyetlen egy fegyver. Viszont ez mindent visz. Úgyhogy a jelenlét, a nem mozduló tudat gyakorlása, az beindítja a karma mozgását, nem csak benned, körülötted is. Tehát például valaki elkezd darmát gyakorolni, Teljesen megmagyarázhatatlan módon a család elkezd reagálni rá úgy, hogy nem tudnak róla semmit. És a reakciók elképesztőek, beindult a karmájuk, és hogy a tiéd tisztuló úgy az övéké is tisztulna, ha hagynák. Van, aki hagyja. Tehát állj be a vihar közepébe, és akkor megváltozik a vihar. Ezt javaslom a félelem kezelésére. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogy te személy szerint honnét tudod, hogy van reinkarnáció, és azt, hogy az alkotónak mi a szándék azzal, hogy férfivá vagy nővé leszünk, és hogy... Kinek mi szándék? Az alkotónak. Az alkotónak. Igen. És hogy mikor van átmenet a kettő között? Tehát mikor leszünk férfiből nő, és mikor leszünk nőből férfi? Ne tételezzünk föl olyan dolgokat, amelyeket nem tapasztaltunk akár érzékszervileg, akár érzékszerveken túl. Annyit az előző életekről és a következőkről, hogy minden emléked a nyolcadik tudatban van. Amikor megszülettünk, az egy elképesztő nagy vágás a korábbi emlékek és a jelenlegi inkarnációs tapasztalat között. Erre azért van szükség, hogy ne emlékezzünk ugye a korábbi életekre, mert ha ez alapból menne, néhány gyereknél még megvan, tehát olyan 3 és 7 éves kor között mondanak olyanokat, hogyha a szülők tudják, hogy mire figyeljenek, akkor, akkor látják, látják. hogy itt a gyerekben följön a korábbi emlék, mert az ego kéreg még nem olyan vastag, és jön föl a cucc. Viszont ez a csatorna ez lezáródik, és olyan 7-8 éves kor között ezek a spontán déjà megszűnnek, és a gyerek nem tudja, hogy emlékszik, csak mondja, meg reflektál, meg egyebek erre a biztonsági határa azért van szükség, hogy a határozott identitásod, az erre az életre érvényes személyiséged kialakulhasson. Hogyha az archetipusok, tehát az előző életek emlékei állandóan macerálnának, akkor egyszerűen megőrülnénk. Mert nem alakulnak ki szilárd identitás, és állandóan visszazuhannánk a tudat valamelyik bugyrába, mint a kékszakáló herceg várában, a különböző szobákba. Na most ez az, amikor azt mondom, hogy a zen nem arra gyúr, hogy te emlékezzél különböző előz életekre, ez a meditáció melléktermékeként spontán megjelenhet, de tűnjön is el. Tehát gyakorló ezt nem szokta tartogatni, nem szokta mondogatni, de mint tény a meditációs tapasztalatból következik. A jó hírem az, hogy akkor is gyakorolhat zen, hogyha számodra a reinkarnáció kérdése tisztázatlan vagy nem hiszel benne. Vagy ha hiszel benne. Én csak azt javaslom, hogy az ilyesféle hit az tapasztalati alapú legyen. És a tapasztalat ez mindig relatív. Tehát én nem azt mondanám annak, aki ilyesmit nem látott a lelkének a tükrében, hogy ilyen nincs, csak az, hogy még nem tapasztalt ilyet. Kész. Aki pedig már tapasztalt ilyet, je, valamiféle emléke a felszíre jött, mennyit segített? Valójában mennyivel lett ő más? Az ilyesféle emlékek, lásd 8. tárháztudat, vagy jönnek, vagy nem. És teljesen mindegy a zen gyakorlatának a lényege szempontjából, hogy egy gyakorló emlékszik-e korábbi életére, vagy sem. Ennek következtében, hogy hogy van jelen, mennyire tiszta a tudata, mennyire tisztán lát, hall, szagol, beszél, ízlel, gondolkodik, érez, cselekszik, ez a fontos. Ezért nem bocsátkoznék különböző magyarázatokba erről, de hogy hallottad a mai nap, a 7-es, 8 együtt, a rendszerben, nem kell hinni, az a lélek maga, és hogyha a tudatosság eléggé el tudott szakadni az én alapú megkülönböztetésektől, akkor természetes módon a korábbi életek megoldatlanságai a tudatfelszínre jönnek. Azért, mert kérdőjelek, mert megoldatlanok, befejezetlen karmák, traumák, egyebek. És amikor ez megvalósul, ráláthatsz egy olyan okozati láncra, mely olyan, mint a kútnál a vödör és a kötél. Tehát a kezedben van a kötél, de a vödör olyan mélyre megy, és ott van a víz, ahol nem látod. De felhúzod, és akkor benne van a kútvíz. Nagyon sokszor van olyan tapasztalás, hogy rákérdezel egy traumára, mi ez, honnan jön, és teljesen más választ kapsz, mint amit várnál, és akkor megtanulod levetni az elvárásaidat. És akkor a tapasztalás megmutatja, hogy az adott trauma, élmény, egyebek, az miből táplálkozik, mi hozta létre. Tipikus a visszatérő álmok esetében, hogy valami nagyon mély tudati megoldatlanság van, és ugye a pszichológia megáll a gyermekkornál kész, mert nem megy tovább. Jung a legjobb alany erre, ő nagyon sokat foglalkozott buddhizmussal, főleg a tibeti változattal, és szándékosan megállt egy olyan határnál, ahol a nyugati személyiségkép borult volna, mert sokkal, de sokkal többet kellett volna beleintegrálni és tartalmaznia, semmint azt Jung a saját szempontjából fontosnak tartotta. Attól ez még ott van. És hogyha tovább kérdezel, akkor nem csak az a kérdés, hogy ugye miért ilyen gyerekkorom volt, hanem az, hogy miért születtél oda? Mi hozott oda, ahhoz a családhoz, abban az időben, arra a helyre? Nem a szomszédba születtél, oda. Ilyenkor, ami a tudatban van, az eredményezi ezt a pillanatot, amit ebben a pillanatban teszel, az lesz a jövőbeni személyiségnek az alkotó eleme. Ezzel meg tudjuk haladni azt, hogy most számodra van reinkarnáció, vagy sincs, Teljesen mindegy. De hogyha a tapasztalat bemutatja, az elől nem szoktunk kitérni, sőt, egy idő után megszoktunk előtte hajolni. És akkor integráltuk. És akkor felhasználjuk helyesen. És nem mondjuk azt, hogy hát ez, ez még se én voltam. Igen. Akkor nézzébele egy kicsit még egyszer. Mi lettél te ilyen? Mit tettél akkor? És a visszatérő álmoknál nagyon-nagyon érdekes az, hogy bizony a meditációban kiegészül, az álomkép. És ami hiányzik, az bekerül, és néha elképesztő adatok, vagy korábbi karmák kerülnek a felszínre. Az a fontos, hogy minden létesült állapot mulandó, feltételhez kötött, és tökéletlen. Ezért nem kell aggódni miatta. Elhanyagolni sem szabad, de ezek nem maradandóak. Kiveszed az energiát, kiveszed az információt, eltűnnek. Erre emlékezzünk. És hogyha valamit teremtetnek látsz, akkor azt biztos, hogy valaki energiával és információval teremtette, szó, tett, gondolat és érzelem által. Így már szerintem praktikusabb. Így van? Igen. Pont van otthon egy három éves kisfiam, úgyhogy fogom tudni figyelni. Az álmokon kívül van-e olyan módszer, amivel tudom figyelni ezt, hogy ő esetleg visszatekint el az előző életre? Szerintem és a nő és a férfi is szerettem volna tudni, vagy kérdezni, hogy Általában lehet -e beszélni női és férfi teremtésről, tehát inkarnációról, vagy ez teljesen egyéni és értelmetlen erről általában beszélni? A gyermeken kívül ugye anyuka is a közelben van. Yes. Ja, igen. Örülök. Akkor ő lesz a tanító arról, hogy mi a nő inkarnáció, te a saját férfi inkarnációdat éled, és a gyerek pedig a butha otthon. Ő a házi butha. Most ő fog tanítani titeket sokkal jobban, mint bármilyen külső tanítás, csak figyelj, 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 ne vetíts rá semmit, ne vegyél el belőle semmit, nézd meg azt a gyönyörűséges, okozati, gyöngéd játékot, amely nagyon durvának is tud tűnni, de a lélek és a test finom összhatása az inkarnáció első pár évében. Ilyenkor még nagyon, nagyon lágy, nagyon jó figyelhető, nem annyira bonyolult, mint később, amikor az érés után ilyen rustja nagy felnőttek leszünk, és akkor elkezd minden elszállni. Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy ahhoz, hogy ugye végigjárjuk az utunkat, amit ebben az életünkben kell tenni, feltétlenül meg kell szereznünk egy bizonyos tudatot. És vannak emberek, akik úgy születnek ide a világra, hogy mondjuk autisták, vagy sérültek, hogy náluk ez, ez, ez hogyan forja ki magát? Tehát... Ők, ők nem fogják megkapni, hát ha valahogy mérhető egyáltalán az egész, hogy, hogy mit, mit kell kapnunk. Tehát ők, ők nem, nem fogják ezeket a dolgokat, például, vagy nem kerülhet a, a birtokukba ez, amiről például te beszélsz, hogyha. Tehát nem kaphatják meg ezeket a... Egyrészt ez nem biztos. Hát nem tudod, hogy a buddha természet mikor fog előcsillanni a nehéz karma felhői mögül. És abból a szempontból teljesen közös a sorsunk, mint emberek, hogy azt, amit te megszerzendő tudatnak vélsz, és nem mondtad rosszul, csak nem elsajátítandó, hanem a rárakódott karmarétektől szabadítandó meg a buddha természet, a megvilágosodás lehetősége mindenkiben benne van. Csak ráraktunk annyi karmát, önképet, hamis azonosulást és illúziót, amelytől ezt nem látjuk, nem tapasztaljuk, és ezért összetévesztjük magunkat a saját önképünkkel. És innentől kezdve nem megszerezni kell valamit, hanem feladni. Megszabadulni. És amikor tudatos vagy, akkor ezt könnyebben megcsinálod, amikor a tudatod sérült, akkor nehezebben. De minden karmának egyszer vége van. Nagyon-nagyon sok sérült embert láttam. Öreget, fiatal, magyar, ázsiai, európai. És nincs általános magyarázat arra, hogy ki miért került ebbe a helyzetbe. Nincs. Viszont dolgunk van velük akár mint családtag, akár mint terapeuta, akár mint tanító, akár mint az utcán járó kellő ember a kép egy epilepsziás rohamot kapott embernek ad mesterséges légzést például. Tehát a környezetnek az a dolga, hogy együttérző és bölcsessége látható segítséget adjon. És ők egyszer kikerülnek ebből a helyzetből, mert egyik karma sem állandó mindegyik feltétel lesz kötött, és a tökéletlenség itt azt jelenti, hogy hozzá tehetsz és elvesz belőle. Tehát meghosszabbíthatod és megrövidítheted. És a személyes tapasztalaton velük az, hogy emögött a gát mögött, ami a személyiség egyes elemének a sérülése, hogy nem tud rendesen beszélni, hogy nem tud koherensen gondolkodni, hogy néha elképesztő szenvedélyek, érzelmek dúlnak bennük, ezek mögött néha olyan szeretet van, hogy az ember könnye kicsordul, amikor megérzi. Tehát, hogy mindenkinek a lelkében ott van az, ami a másik lélekkel kapcsolatot akar teremteni, és ennek az egyértelmű nyelve, a kommunikáció kódja, ez pedig a szeretet nyelve. És nem tudják kifejezni, de ott van, és át akarják adni, és el akarják fogadni, de ez a híd számukra sérült. És ekkor ráébredhetünk arra, hogy nekünk, akik ugye szervekkel dolgozunk, ugye relatíve, mi is az a óriási felelősségünk az, hogy a tudatunkat megfelelően használjuk. Hogy azt, amit látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, érzünk, gondolunk, beszélünk, azt hogyan vágyjuk cselekedetekre. És ekkor az emberi felelősség így megsokszorozódik. Tehát amikor a 96 éves néni melletted eléri az Eperföldnek a határát, ez egy korai tapasztalat a múlt hónapból, ahol a buddhista képzés keretein belül sikerült önkéntes munkát végeznem egy nyugdíjasok napközi otthonában, és volt egy kirándulás, és, és 96 évesen már senki nem mozog úgy, mint korábban. Ott volt, és a néni szó szerint elértük az Eperföld határát, ott egy fóliasátor alatt bakátasan nevelik, mindenki szedhetett epret. És a néni megtátosodott, 30 évet ledobott, olyan tál epret szedett gyorsabban, mint én, hogy csak úgy lestem, és ez az, amikor a természet elkezd gyógyítani és energiát adni. Soha olyan foglalkozás, soha olyan terap, soha olyan ember még nem lépett fel, aki egy ilyet tudott volna csinálni, maximálisan oda kísérheted az eperföld széléig, és akkor lesz valami. Tehát oda kísérheted az embert az út széléig, az út kezdetéig, és utána az önvalójának a tapasztalata, az az energia, az egyévvállás viszi előre. És annak lesz meg a gyümölcse, nem te fogod neki odaadni, hanem ő fogja leszedni, mert érzi az eper illatát. A lélek mindig érzi a szabadulás illatát, csak tudjunk menni, legyenek meg az eszközök. Az a tál, amiben ugye az epret beleteszed. Tehát az a tudat, ami fölfogja. A lélek legmélyén mindig ott van a szabadulás vágya. És ezt fogjuk követni. És ha ehhez segítjük hozzá a másikat, akkor teljesítjük eredeti emberi kötelességünket. Tehát van ez a mondás, hogy épp, épp testben épp, épp lélek. Én ezt megfordítanám. Az épp lélek tud épp testet létrehozni. Az egyik darma beszédet említetted, hogy ha, betegek vagyunk, menjünk el orvoshoz. Mi van, ha nem megyünk el? Mi a véleményed a rejkiről? Rejkiről, mint bármely más társadalmányról, nem nyilvánítok véleményt. Akinek tapasztalat kell, rengeteg rejki közösség van, kérem menjen elpróbálja ki, szerezzen önálló tapasztalatot. Mi van, ha nem megyünk el orvoshoz? Akkor vagy meggyógyítjuk önmagunkat, vagy szenvedni fogunk, és továbbra is betegek leszünk. Tehát a meditációnak, főleg a zenben nincs külön kifejezett terapeutikus hatása. Viszont vannak mellékhatásai. Tehát ahogy a felsőbb csakrákból ürített ki a lerakódásokat, és a felesleges karmát, a hamis azonosulásokat, úgy a lélek és a test energiaszintje és tisztasága növekszik egyszerű egyenlet. És ennek a hatásaként aktiválódik a test öngyógyító képessége és a lélek öntisztító képessége pusztán a tudatosság által. Tehát nézd meg azt, hogy egy napi félórás légzésfigyelés a tantiemben milyen eredményekkel jár, és még nem beszéltünk semmi másról, csak hogy itt a pocitban, a köldököt tájékán naponta fél órát este és reggel figyeled a lélegzetet, és minden más nincs. Nincs metódus csak elengeded, ami jött, hogy menjen. Ez a meditáció alapja. Az a gyerekmeditáció, idős meditáció, amikor még nem vagy már nem tanítható az a mentális struktúra, ami mondjuk a zenben, Mahajánában, Téravádában, ugye ott van. Kiderül, hogyha az alapokig, tehát a pillanatig, a tudatosságig, az egyévállásig visszaviszed a lelket, akkor aktiválódik a lélek Öntisztító képessége és a test öngyógyító képessége bizonyos határon belül, és ez az önkép, mint határ. Vagy a világkép, mint határ. Tehát hol korlátozod le magadat, mit engedsz meg magadnak, mit tiltasz meg magadnak. És itt visszatérek arra, hogy épp testben ép lélek, amilyen a lélek olyan testet vesz fel. Pajcsang Zemmester, templomi szabályok. Amikor meghalsz, milyen testet kapsz? Nem, de mindenek fölött nem ez a legfontosabb? Figyelj, figyelj, vigyázz, hová lépsz. A felhők az ég szállnak, a folyók a tengerbe folynak. Azt szeretném kérdezni, hogy kell-e szenvedni a megvilágosodáshoz? Szeretnél szenvedni a megvilágosodáshoz? Én nem nagyon szenvedek, és, de öm... akkor nem fogsz megvilágosodni se. <laughs> és azért említetted, hogy ha nem szenvedünk, akkor közel vagyunk az önvalónkhoz. Én nem hiszem, hogy közel vagyok az ön De... Senki sincs. Hát mindenki kellő távolságban születik ahhoz, hogy Igen. szenvedjen, tudatára ébredjen, keresse a megszabadulást, az útra lépjen, és így felébredhessen. Hát ebből a szempontból az emberi születés, ez egy nagyon-nagyon egzakt dolog. Szenvedésteli életbe születünk és boldogok szeretnénk lenni, és el szeretnénk kerülni a szenvedést. Na nézd meg, tehát olyan elképesztő túlélő harc van a Földön, olyan birtoklás, olyan teremtés vagy sokszorozódás kényszer, hogy olyan, hogy tartós boldogság vagy polaritás nélküli állapot olyan nincs. Tehát ezért keressük a meghaladást, ezért keressük a nyugalmat, ezért keressük a megvilágosodást, mert mindenképpen olyan karmát hozzunk le erre a földre, ami szenved és szenved tett. Tehát ebben nincs hiány. Ezek szerint együttérzésen keresztül lehetne szenvedni? Sőt, Kell, úgy igazán. Úgy, igaz, úgy az igazi? Úgy úgy az igazi, mert az már nem rólad szól. Ezt mondom. Sokkal többet el tudsz viselni, hogyha együttérző vagy. Tehát a tavalyi szociális munkám Koreában az elfekvőben volt, az egy olyan öreg otthon, ahol 60 bent bentlakóra 30 fenntartó jutott, és ott viszont Parkinson, Alzheimer, krónikus elbutulás, öregkori alkoholizmus, csonkolt végtagok, és ezeknek bármely kombinációja. Amikor itt töltesz el négy napot, hasonló buddhista képzési program keretében, ahol választhatsz, hogy hova mész. Ühetsz te íróasztal mögött, meg tanfolyásra is járhatsz, ilyet is csináltam. De ennek sokkal több értelmét láttam a tapasztalatok szempontjából. Tehát ott a szenvedésről valami elképesztő, mély tapasztalatot szerzel, és az együttérzésről, mint az egyetlen egy híd, és az egyetlen egy eszköz, hogy valamilyen módon kapcsolatot teremts köztük és közted. És akármilyen képzett vagy, akárhogy hogy eltöltöttél egy csomó időt a saját centrumodnak, saját középpontodnak, jelenlétednek a letisztázásával és megerősítésével, az első nap, amikor van öt perc szüneted, akkor is zokogsz. Kész. Nem tudsz másképp. Tehát ahhoz itt jégcsapnak kell lenni a szívtájékon, hogy ne érezd át, hogy mi az, ami bennük van. És mi az, ami ebben az életben már nem fog változni. Milyen az, amikor jelenleg 72 éves hölgy, négy évvel azelőtt ős de császárnő volt, most pedig alceimeres. Úgyhogy az együttérzés, hogyha személyteleníteni, én tudod, az nem embertelen, hanem pont a saját egoitást veszed ki, és 100%-os tisztaságig fogod azt a jelt, azt az impulzust, ami a másikból jön. És amikor az éned ugye, megengedheti magának, akkor reagál rá. Tehát nem az ágya mellett, nem az etetés közben, nem a tolószék tologatás közben volt ez a feltoluló érzelemtömeg, hanem amikor volt időm rá, az ebédszünetben. Addig cselekszel, addig ott vagy, és addig ezek ott vannak a tudat felszín alatt, és az együttérzés még hozza a tapasztalatot, még hozza, még hozza, még hozza. És amikor egyedül vagy, amikor a tudatnak van ideje erre reflektálni, akkor. puh, kész. És nem ez a legfontosabb. De az is ott van. Igen. Ez segít valakinek? Tehát a személyedőnek vagy neked? És Minden? kinek? Az összes lénynek segít. Mindenkinek. Minden szépen. Segít. Ehhez kapcsolódik a kérdésem, hogy ezt az éntelenítést hogy lehet olyan emberrel kapcsolatban megcsinálni, aki hozzám közel áll, tehát aki érzelmileg megérint az ő helyzete. Tehát, hogyha egy beteg emberről beszélünk, Akit, akit, akiről ugyanígy gondoskodik az ember, aki történetesen egy hozzá közel álló valaki. Határok közt meg lehet tenni. Az első nagyon fontos éntelenítés az, hogy megszűnsz ítélni fölötte. Tehát megszűnsz a saját szempontodból látni őt. És amikor már nem ítéletalkotó módon viszonyulsz hozzá, akkor tudod megkülönböztetni azt, hogy valójában mire van szüksége, és mi az, amit ő akar, illetve te nem akarsz. És ez egy kicsit rendbe rakja, nyugtatja a kapcsolatot. De a teljes intelenítés, a teljes egyévállás, ez ugyanaz, csak kölcsönös erőfeszítés által lehetséges, amely ebben az esetben nem tűnik valószerűnek. Csak egy gyakorló tudja ezt megcsinálni, ezek a bóthiszatva házasságok, vagy bóthiszatva kapcsolatok. Ez lehetséges de egyenlőtlen az, amikor az egyik többet lát, a másik kevesebbet, a másik ugye beteg, az egyik egészséges. Ilyenkor azt tudod csinálni, hogy egy olyan operatív személyiséget tartasz fönt, aki olyan, mint az ápoló mondjuk. És nem pusztán hozzátartozói minőségben vagy jelen, nem azt a szerepet vállalod, hanem az ápoló szerepét. És az ápolók vérprofik. Ilyenkor ki tudod venni a családi karmát, a hozzátartozói karmát belőle, amely ilyenkor akadály. Akadály. De nem lesz ez túl rideg egy ilyen kapcsolatnak? Nem. Nem együttérzés hiányról van szó. Hanem a másféle karmáknak a nem belekeveréséről van szó. És ez nem ridegség. Pont annyi érzelmet kap, amennyit kell, de nincsen leányi, feleségi, anyai elvárás. Nem vagy hajlandó fölvenni azt a szerepet, amit még a betegségen keresztül is rádoztana a hozzátartozó, hogy azon keresztül is akarat történjen. Ez már érvénytelen. Érvénytelen, mert ő a beteg, és te vagy az ápoló, vagy te hozod a doktort. És ebben a relációban kell egymást tudomásul venni, és minden mást ki kell venni belőle, ha pedig mégis rárakódik, azt viszont teljesen tisztán kell kezelni, és el kell különíteni a beteg és ápoló viszonytól. Nem szabad ezeket összekeverni. A családi karma vagy hozzátartozói karma az egyik, ápoló és beteg viszony a másik. És hogyha a kettő keveredik, az nagyon veszélyes, kölcsönös depresszióval, dükkitörésekkel és egyebekkel járó dolog. Jó? Köszönöm. Szíves. Azt szeretném megkérdezni, hogy létezik-e életfeladat? Mit vállaltál? Még nem tudom akkor nem tudod az életfeladatodat. Mihelyt elvállalsz valamit, az az életfeladat. Nagyon sokszor ezt lefordítjuk arra, hogy mit szeretnék csinálni. Mihez érzek tehetséget, mit vár el tőlem a család a társadalom, stb. 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 Mi a dolgom? Valójában miért születtem meg? Ez lehet többféle, de biztos, hogy van hierarchia, még a többféleségen, a sokságon belül is. És a zen szerencsére nem az észt osztja, hanem látni segít. A kettő között óriási a különbség. Tehát belül tedd fel a kérdést, mi a dolgom? És enged, hogy a válaszok megjelenjenek, és a pillanatnak a rostáján szépen kiszitálják egymást. És ami fönnmarad a szitán, az lesz a dolgod. És közben persze az ember tapasztal. Tehát belekezd abba, ami mondjuk pár hónap munka, belső munka után a dolgának tűnik. De hogyha az ember tévesen dönt, akkor néha éveket, esetleg évtizedeket tölt valamivel, ami eredetileg a magával hozott ugye, vállalás lélektartalom szerint nem az övé. Ezt hívjuk úgy, hogy más karmáját viseled. Azért, mert mások elvárásait szeretnéd betölteni. És ekkor nem vagy azonos igazából, azzal a személyiséggel, nincs az az egészséges önazonosság, amely ahhoz kell, hogy egy belső integritás érzés legyen, hogy higgy abban, amit csinálsz. És akkor folyamatos energia problémák vannak. Akár úgy, hogy az ember kimerül lelkileg, akár úgy, hogy fizikailag állandó sérülései vannak kívülről. Mert nem fedezte föl magában, hogy valójában miért van itt, így nem tudta elvállalni az igazi élet feladatát, és innentől kezdve félgőzzel, negyedgőzzel működik. Mi a dolgom? Ha valakinek a természetes érés, képzés, munkavállalás során ez nem vált nyilvánvalóvá, és a különböző tesztek, próbák ugye nem eredményezték azt a munkát, elfoglaltságot, amelyben tényleg hisz, és ezért problémái vannak, akkor üljön le, fordítsa befelé az energiáját, töröljön minden addigi ambíciót, aggodalmat, akaratot, és kérdezze meg, mi a dolgom? Ezt lehet korán is. Nagyon korán. Mi a dolgom? És amikor az ember megkérdezi, hogy mi a dolgom, egy csomó minden válasz a felszínen, még az is, amit apuka akar tőled, anyuka akar tőled, a barátok, barátnők, Tanárnők, tanárok, mindenki akar tőled, mert lát benned valamit, de az nem biztos, hogy a te dolgod. Most ezek azok, amik a rostán a leghamarabb kihullanak. Aztán jönnek a saját ambícióid, amiket szerettél volna, de mégse lehetett, és a többi. Csak egy idő után, amikor ez a rázóasztal, ez a rosta megáll, és még mindig van valami, akkor azt ki kéne próbálni, ami már nem mozdul. A gyakorlat azért jó, mert lepucolja az intuícióról a gondolat és érzelmi szokásokat. És akkor az intuíciód elkezd működni, és a nem mozduló kérdés mellé engedi a választ odatársulni. És onnan tudod, hogy az a válasz, hogy nem mozdul el a kérdés mellől, hogy akárhányszor fölteszed a kérdést, egy idő után csak az a válasz jelenik meg. Itt még mindig szükség van arra, hogy a megfelelő környezetben tapasztald. Tehát Mozart nem kérdezte meg, hogy mi a dolga, mert már három éves korában zongorázott, és hét éves korában komponált egy szimfóniát. Tehát a Pukának Salzburgban nem volt különösebb tehetségkutatási gondja, mert azon nyomban mindent tudott a gyerek, mert új, olyat hozott le. Na most a legtöbbünk nem ennyire kirívóan uh, intenzív karmával rendelkezik, és választási lehetőségeink vannak. De a választási lehetőségek is az érési folyamat stációi. Gyerekkorban az ember egy csomó mindent kipróbál a sporttal, a neveltetéséig, iskoláig, egy mindenig azért, hogy megfelelő hatások érjék. És amikor ezeknek az érése kellő fokot elért, akkor az élethivatás beállhat. De még akkor se biztos. Tehát egy nagyon komoly benső tisztaság kell, egy komoly rálátás kell, hogy meg tudj nyugodni abban, ami aztán energiát ad ahhoz, hogy magadnak és másoknak egyaránt tudj segíteni, beteljesülni, tovább vinni azt az életet, amit élünk. Tehát ha nincs hit, nincs energia. Ha nincs energia, előbb-utóbb nincs cselekvés sem. De hogyha a hit és a tapasztalat távol áll egymástól, akkor egy virtuális világban élünk. A hitet az tapasztalattal meg kell tudni erősíteni, így a tapasztalati alapú hit az megingathatatlan, legyen az normálisnak mondott hétköznapi érzékszervi tapasztalás, vagy a normálisat meghaladni látszó transzcendens tapasztalás. A transzcendens tapasztalat az a hitnek a helyes alapja, és nem valami szöveggyűjtemény a világ keleti, nyugati vagy egyéb oldaláról. Ezért a zen nem támaszkodik az írásokra, közvetlenül a tudatra irányul, a felébredés egyenlő igazi önvalónk tapasztalatával, és az átadás csak is közvetlen tudattól tudatig valósulhat meg. Ez a zen négy alapelve. Köszönöm szépen. Még azt szeretném megkérdezni, hogy ez a nem mozduló válasz, az honnét érkezik? Honnét érkezett a kérdés? <laughs> Majd megkérdezem magamtól. További jó étvágyat kívánok ez. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyébként. kapcsolatosan, hogy hát, Két gyerekem van, és mind a kettő másképp érkezett. Az egyik szerintem a fogantatás pillanatában ilyen berobbanó érkezése volt, a másik pedig így egy pár hét után figyelmeztetett arra, hogy valamit nem helyesen csinálok, és ennek következményei lesznek, mondjuk egy kávé hívással és ha én akkor azt tudtam volna, hogy hogy mire figyelmeztetnek, vagy mi az, amire fognak tanítani, akkor sokkal könnyebben tudtam volna őket nevelni. Sajnos ez eltelt egy pár év, mire rájöttem. Talán abban segít, amit itt beszélünk, hogy lehet, hogy benne van a személyisége az embernek a, az újra születésben. A karmája benne, benne van. És hogyha erre tényleg tudsz figyelni, akkor megkönnyíted a saját életedet És a másikét is, aki másik És, is, a a más... és az őét az, az természetesen. Hát persze. Most mi a kérdése? Az, hogy... Az a kérdésem, hogy... Már nincs kérdésem. Örülök, hogy ezt elmondtad, és ez egy nagyon fontos adaléka a darmához, hiszen ezek a lélekkapcsolatok nagyon erősek teljesen uh, törvényszerű, hogy kihez születünk, hogy milyen körülmények közé, hogy milyen testtel, a, a lélek keveri ki azt a DNS-t, amit végül is felvesz, mint testet. Nézd meg, tehát a saját karmát függvényében veszed fel azt a testet. És ez egy elképesztően komoly gyakorlat, hogy anyukák hogyan lesznek tudatosak, és azt mondta pár év, tehát az a pár év az nem is olyan hosszú idő. Igen. Tehát nincs az a semmi baj. Vannak, akik azonnyomban ezeket a lélekhangokat hallják, és figyelnek ezekre a karmikus rezdülésekre. Vannak, akik nem. De előbb-utóbb, mivel azt mondtad, hogy ha figyeltem volna, megmaradtak, nézd meg, ott maradtak az impulzusok. Igen. Csak később vált világos, hogy valójában miről szólnak. Úgyhogy nem késtél le semmiről. Azt mondom, hogy a hétköznapi életben az emberi kapcsolatok a legnagyobb tanítók, és a legnagyobb változás az a születés és a halál. A darma szintjén meg kell haladni azt, hogy kötésben élünk, és meg kell haladni az élet és halál változását, ekkor tudsz a legjobban rálátni a szamszára működésére, a négy köztes állapotra, a születés, testben lét, testből való távozás, és testen kívüli lét négy köztes létére. Na most innentől kezdve nincs elveszett pillanat. És komoly, nagyon komoly tanítást kapunk egymástól, akár mint szülő, akár mint gyerek. Ez nem elhanyagolható. És nézd meg azt, ami szerintem minden gyakorló szülőnek egy kérdés, hogy miért született hozzám, mi hozta őt ide, hogyan tudjuk egymást segíteni, hogyan egészítik a tulajdonságaink egymást. Mi az, amit erősítünk egymásban? Mi az, amit gyengítünk egymásban? Mi az, amit ledörzsölünk egymásról? Mi az, amit teljesen kifejlesztünk egymásban? Tehát ezek a kérdések mind ebbe a dobozba tartoznak, hogy miért született hozzám? Én miért születtem a szüleimhez? A rokoni körbe, a családi körbe, erre a helyre, ebbe az időbe? Mi az, amit kaptam, mi az, amit én adok? Mi az, amit levet belőle? Mi az, amit én próbálok megkitisztítani, ezek az igazi kérdések, amelyek az életutat, a vállalást azt mondom, hogy nem csak letisztázzák, hanem jelentéssel és értelemmel ruházzák föl. Igazi valamiben tudsz hinni, amely energiát ad, hitet ad, hogy végigcsináld. És amikor pedig vége van, akkor pedig ne ragaszkodj hozzá, lép hátra, lélegezz mélyeket, és utána itt a váltás. Hát amikor a lélek a feladatot befejezte, akkor megy de ha ragaszkodik a befejezés után, akkor csak itt ragad. A másik szélsőség sajnos gyakoribb, hogy elkövet valami hibát, és azelőtt megy el, hogy befejezte volna. A sajnos a következő testesülésre marad. Vannak olyanok, akik abszolút materiálista alapon élik az életüket, és hogy egy ilyen emberek, sejtem, hogy mit fogsz válaszolni, de mégis, hogy van-e olyan, olyan kérdés, vagy olyan dolog, amivel egy kicsit önmagár vagy tehát, oda irányíthatná az ember a figyelmét, hogy megváltozzon valamelyest, ezzel kapcsolatban a gondolkodás. Már az, hogy kérdésre, az, hogy materialista, az rendben van, de huncute. <laughs> Feltétlenül. Milyen mosolyjal kérdez, ha kérdez. Az nem mindegy. Már azt gondolom, hogy ez bizonyos szinten rengeteg szenvedést okoz egyébként. Tehát, ha be van a zárva a materializmusba, persze, de hogyha végigviszi a materiális gondolatot, és lemegy a legkisebb alkotó részéig, nézd meg a kvantumfizikusokat. Ha Lemennek a legapróbb kis alkotórészig, azt a végén nem találnak alkotórészt, csak valami nagyon tiszta energiafolyamot, amiből így a felvillan egy részecske. Vagy vidd el a legnagyobb hatványig, a legnagyobb méretig, és ezek az asztromókusok, akik nagyon figyelnek a távcsöveken keresztül, tehát eljutnak a, a, a végtelen tapasztalatáig, mert egyszer nincs vége az univerzumnak van a megfigyelhetőség, de tudjuk, hogy azon túl is van. Tehát az nem baj, hogy valaki materialista, csak ne legyen a nézeteibe bez, bezárva. Az se baj, ha vallásos. Tehát, hogyha valaki nagyon hisz Istenben, akkor száz százalékig tapasztalja meg, hogy mi az az Isten, amelyikben hisz. Ha valaki a matériát tűzi ki, mint vezérelvet, és csak a materiális törvényekre hallgat, rendben van, de ismerje meg azokat a törvényeket az utolsó darabig. Menjen le a legkisebbik, menjen fel a legnagyobbig. így hidd el, hogy meghaladja a korlátait. Tehát miért mondta Einstein azt, hogy az Úristen nem kockázik, mikor a kvantumfizikáról beszéltek neki? Azt akarom megkérdezni a szenvedéssel kapcsolatban, hogy abban maradtunk, hogy kell a szenvedés. Nem, nem maradtunk abban. Kell... Fe... Nem, nem. Nem maradt... Neked nem maradtunk abban, mert akkor még jobban, nem velem, benne. Tehát, hogy... De most rólad van Jó, szó, okay. neked nem kell. Jó, rendben. Ennyi. Kösz. Jó? Már volt elég. Na, okay. ha nincs szenvedés, akkor mit szeretnél? Nem, egy, egy kicsit nagyobb vonalakban, tehát hogyha a szenvedés megszüntetésért dolgozunk úgy általában, de a szenvedés mégiscsak kell ahhoz, hogy az ember eljusson valahova ebben Az ember a vagy te? Általában. Én nincs erősen... általában, konkrét van. Erősen hiányolom a a tudatosságot és a bölcsességet a világból és. És a, magadból? A, 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 olykor. Akkor olykor tegyél fel egy konkrét kérdést a saját tudatosságodról, és az olykor segíteni fog. Látod azt a gyönyörűséges rendszer, kényszert, amelyet az általánosított kérdés ad, hogy használhatatlanná válik, és ez nem rólad szól. Ez arról szól, hogy legnagyobb matematikusaink és fizikusaink megállapították, hogy a végtelenek korrumpálják az egyenleteket. Az általánosságok használhatatlanná teszik a kérdéseket. Tehát nem rajtad gyakorlom a különböző konklúzió ugye pengéket, hanem az, hogy kérlek, hogy légy konkrét azért, hogy segíthessek neked. Tehát a védikus filozófiá szerint van egy körforgás a tudatosságban, hogy magasabb tudatosságú a világ rendje, vagy alacsonyabb tudatosságú, és hogy ö, másrészt kell a szenvedés, de azért dolgozunk, hogy a szenvedés megszűnjön, hogy ez a két dolog valahogy összekapcsolódhat-e, hogy sikerül megszüntetni a szenvedést, és akkor elveszik ez a fajta tudatosság? Vagy Tehát valami ilyesmit akarok kérdezni. Érthető? Nem. Tudod, hogy nem. Inkább a szeneskocsiról és a gőzmozdonyról beszélek neked. Most képzeld azt el, hogy a régi világban, amikor még a fűtők lapátolták a kazámba a szenet, egyszer csak azt mondja a fűtő, hogy hát ez a szeneskocsi, ez annyira nehéz, ezt le kéne innen kapcsolni. És akkor a gőzmozdony, az még úgy menne egy pár kilométert, azt köszönjük szépen kifogy belőle az üzemanyag. Van olyan, hogy a fűtő azt mondja, hogy e, nem a kazámba szeretném tenni a szenet, hanem a mozdonyvezetőt szeretném eltemetni vele. És a helyet, hogy a kazánba lapátolná a karmáját, és a tudatosság tüzében elégetné, saját magára, azaz a mozdonyvezetőre pakolja rá. Azért, hogy ne lásson, hogy ne halljon, hogy ne érzékeljen, hogy ne vezessen, hogy ne önmaga legyen. Tehát a szén, a karma kőkemény kötött változata, és a kazán, amiben energiává válik, ahol elégeted, ahol az útnak a hajtó erejévé válik, ez a kettő, ez feltételezi egymást. Tehát az, hogy szenvedés és megvilágosodás összefügg, ezt minden buddhista tudja, de hogyha azt mondod, hogy muszáj szenvedni, akkor az egész vonat csak szénből áll. Ha azt mondod, hogy nem kell szenvedni, akkor a Szeneskocsit kocsit lekapcsoltad, és a gőzmozdony még a saját önképének a gőzéből egy picit előrébb megy, utána köszönöm szépen megállt. Tehát nem lehet érzékszervi hatások nélkül az érzékszervi életet meghaladni. Nem lehet gondolkodás nélkül a gondolatokat meghaladni. Nem lehet érzelmek átélése nélkül az érzelemvilágot együttérzésre finomítani és meghaladni. Na most, ha ekközben te szenvedésnek éled meg, vagy mi szenvedésnek éljük meg, akkor mi azt a címkét tettük rá. Ha ezt megvilágosodásnak éljük meg, akkor a megvilágosodás címkéjét tettük rá. Melyik kell? Egy olyan kérdésem lenne, visszatérve a félelemhez. Mintha elszakadna a testet. Tehát ki akarsz egy nagyon félelemteli állapotban vagy? tudod, hogy hol vagy, de nem tudsz kiszakadni belőle. És uh -huh. ugye ezt, ezt, ezt általában hanggal próbálja meg az ember. Tehát, és akkor jön vissza, amikor végre meghallja a saját... Milyen hanggal? Egy kiáltás, egy segélykérő hang. Egy, hát, Javaslom amikor... a mantra gyakorlatot, sokkal békésebben fog zajlani a dolog, és hogyha kellő mennyiségű mantrát beletoltál a lélekbe, akkor álom állapotban bekapcsol a mantra, és újra szépen nyugodtan kapcsolódsz vissza a testhez, és nem úgy, mintha belebombáztak volna álom állapotból egy ilyen hirtelen sokszerű, felébredő testben lévő állapotba, mert ha ez van, akkor a test jégideg, a szempilláid ólom nehezek, nem tudsz rendesen mozogni, és ilyen totál idegen test a test. Na most ezt nem kéne. Általában ezt az állapotot, amikor a lélek visszatér a testbe, ezt át szoktuk aludni, és akkor szoktuk már fölébredni, amikor például már lélegzünk. Az egy nagyon sokkos állapot, amikor hogy ott vagy a testben, és rájössz, hogy nem lélegzel. Basszus kulcs, mi lesz velem? Tehát ezeket a félelemtél dolgokat, ezeket a mantra praxis nagyon szépen ki tudja söpörni. Tehát nem kellene traumatikusan azt megélni, amiről most éppen beszélsz. Ez nem szükségszerű. Nem tudom, hogy mi, mi, a félelemnek mi az oka, csak hogy borzasztó erős ez a félelem, ugye, és kijövök belőle. Fontos az ott abban a pillanatban, hogy foglalkozzak azzal, és ránézzek, hogy mi okozta. Tehát mennyeke utána, vagy hagyjam ezt lecsengeni, és ne foglalkozzak vele. Ebben az állapotban a tudat annyira izzad a saját félelmétől, hogy képtelen a tisztánlátásra. Ilyenkor mantra kell. Tehát egészen addig mantra, amíg a félelem érzése el nem múlik és amikor már a tudat tükre nem mozog, akkor lehet a belátást hát elnyerni. Hát, ennek nagyon sok neve van, az egyik a Samata Vipassana, a Kanhuason. az azt jelenti, hogy megállít és tükröz. Tehát amikor a tó vize viharosan hullámzik, akkor nem tud tükrözni semmit. És hogyha a tó tükre teljesen sima, akkor a fölötte elrepülő madarat, a fölé hajló fűszfát, mindent tisztán mutat úgy, ahogy van. Tehát a tudat is ilyen. Amikor a félelem, a szenvedély, a ragaszkodás, a különböző önkép és világkép morzsák elkezdik zavarni, akkor ezek a klésák, szennyeződések, vagy szanszkárák, olyasféle tudatfolyamatok, amelyek autonómnak látszanak, nem oldottuk őket föl, energiát veszítünk általuk, ezek dominálják a percepciót, és ezért ez nem tiszta. Ezt az ázsiai bölcsesség úgy mondja, hogy amikor összekevered a homokot és a rist, és együtt főzöd, abból jó étel sose lesz. Először ki kell tudni rostálni a homokot. Először meg kell tudni szabadulni ettől a viharos, félelemteli, vagy opresszív, vagy depresszív állapottól. És amikor a tudat már tiszta, akkor lehet a félelem okára rálátni. Akkor lehet megkérdezni, hogy mi ez, honnan jön. Előtte nem. És ehhez egy olyan megszokott, integrált állapot kell, amikor a lélek a testben van. Ezért gyakoroljuk a meditációt, úgy főleg a zen, hogy csak is alsó csakrára koncentrálunk. Nem viszed ki a tudatosságot sehova. Még a felsőbb csakrákban sem, azokon föl pedig végképp nem. Ide a tantienbe vissza mindent. Miért? A fának a gyökere itt van. Ez az az állapot, amikor a tudat és a test nem differenciálódik, nem különül el. És az egy tudat állapota az, amikor a tükör tiszta és a tó mozdulatlan. Ekkor látsz tisztán, ekkor hallasz tisztán, ekkor a tudati belátás is tiszta. Elindul a felső differenciálódás, létrehozunk érzelmeket, beszédet, gondolkodást, érzékszervi hatásokat, vagy tantientől lejjebb nemzetszaporító fizikai differenciálódást, akkor a tudat azonyomban bemozdul, azonyomban szűr, azonyomban teremt, elindul a keletkezés és megszűnés útján. És ennek nagyon sok félelemteli tartalma van. Tehát amikor a test és a lélek szétválik, akkor a gyakorlat nem lehetséges, és ez nagyon komoly magyarázat arra, hogy miért születünk a ne elképesztő helyzetekbe, olyan handicap -e, hogy megmagyarázhatatlan, hogy mit akar az adott létállapotban a lélek, és a válasz az, hogy tudatosodni szeretne. Azért vállalja be az összes kényszerhelyzetet, az összes válsághelyzetet, az összes szenvedést, hogy általa tudatosabb legyen, és jobban lássa az okot és az okozatot, a születést és a halált, mindazt, ami az utunkat vezérli. Úgyhogy én azt kívánom, hogy mindannyian járjunk a tudatosodás útján, Tapasztaljuk meg, hogy miért vagyunk itt, azt az életfeladatot vállaljuk, amelyet a legfontosabbnak tartunk, és akkor közös gyakorlattal, közös mentális erőfeszítéssel, közös meditációval, egy tisztább tudattal élünk, és ezáltal egy tisztább világot tudunk létrehozni. Ez segít rajtunk és minden szerfesz kötött lényen egyaránt. Köszönöm a figyelmet.